Ellentmondásba keveredett Márki-Zay Péter az amerikai kampánypénzek ügyében. A baloldal volt miniszterelnök jelöltje a hét elején az ATV-ben beszélt arról, hogy a mozgalma által felajánlott 1 millió forintos tanároknak adott támogatásban van amerikai pénz. Néhány nappal később azonban már azt állította, hogy a pedagógus tüntetésen gyűjtötték össze a pénzt. Az amerikai dollármilliók ügyében pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt a rendőrség is nyomoz. Ebben van amerikai pénz. Márki-Zay Péter az ATV keddi műsorában ismerte el, hogy az elbocsátott tanároknak fejenként felajánlott 1 millió forintban is van külföldi pénz. Ha mindenki Magyarország a mozgalom felajánlott a kirúgott kölcseis tanároknak 1 millió forintot, ez akkor amerikai pénzből van? Nem gondolhatott erre hoppá Péter? De gondolhatott, és igen, ebben van amerikai pénz. Ebben a felajánlott pénzben, mert... Hiába erősítette meg a műsorban akkor többször is, a baloldal volt miniszterelnök jelöltje szombaton mégis mást állított. Márki-Zay Péter a Hír TV-nek azt mondta, az 1 milliós támogatásra a pénz a pedagógus tüntetésen gyűlt össze. Amit most átad 1 millió forint a kölcseis tanárnak, az egész amerikai kampánypénzből származik? Pontosan mennyi belőle? Hát nézze, ezt nem lehet kimutatni. Tüntetésen pont ennyi pénz jött össze, képzelje. Több 100 millió forint érkezett az Egyesült Államokból, és összességében 1 milliárdos költségvetésről van szó, valószínűleg a 2 milliárd felé jár az összege. Az amerikai dollármilliók körüli botrányt maga Márki-Zay Péter robbantotta ki, amikor nyár végén elszólta magát arról, hogy mozgalma csaknem 2 milliárd forintot kapott az Action for Democracy nevű amerikai szervezettől. Később nem is titkolta, hogy a kampányukat jó részt külföldről finanszírozták. Még júniusban is érkezett az Action for Democracy-tól több mint 400 millió forint. Nemzetbiztonsági kérdéseket vett fel, ha Márki-Zay Péter mozgalmát külföldről finanszírozták a választási kampány idején. Ezért ezzel az üggyel az Országgyűlés Nemzetbiztonsági Bizottságának is foglalkoznia kell, mondta a bizottság fideszes elnöke a Kossuth rádióban. Halász János felidézte, a baloldal volt miniszterelnök jelöltje korábban úgy fogalmazott, hogy gurultak hozzájuk a dollárok. Magyarországon a törvények szigorúan tiltják, egyébként más országban is, hogy külföldről beavatkozzanak egy demokratikus választásba, például úgy, hogy pénzt adnak. Igen, olvastuk mi is, hogy Márki-Zay Péter nemhogy bevallotta, hanem inkább dicsekedett vele, hogy tetszett mondani, hogy ők támogatást kaptak. Korábban is egyébként, már 2019-ben is voltak titokzatos helyzetek, gyűltek ezek az információk, lehetett látni, hogy Márki-Zay már akkor is utalgatott arra, hogy a kampánya mögött esetleg amerikai források lehetnek. A fideszes politikus leszögezte, ha a pénzt a választási kampányra használták, akkor az törvénytelen. Az amerikai dollármilliók ügyében pénzmosás és sikkasztás miatt a rendőrség is nyomoz.